Összeomlott a rendszer a háztartási gépek roncsprogramjának második szakaszában. Táncosban a környezetvédelmi miniszter híradónknak elmondta, 8 perc alatt kimerült a keret, így csak az igénylők egy része juthatott értékutalványokhoz. Alig startolt el a háztartási gépek roncsprogramjának második szakasza ma reggel 10 órakor. 8 perc elteltével már kimerült az erre szánt keret, így sokan nem tudták elküldeni igényléseiket. Törzsök Hunor pontosan 10 órakor próbált megutalványhoz jutni, de a kívánt kategória kiválasztása után leállt a program, nem tudott tovább lépni. Ezt kellett kiválasztani, illetve még 2 gombot nyomni, körülbelül ennyiből állt volna a feladat, nem sikerült. Nem sikerült, igazából a lista megjelent, amiből lehetett volna választani, ki is választottam, de mikor már az oké, vagy nem is tudom milyen nevű gombra kellett volna kattintani, akkor a rendszer, én úgy értettem, hogy összeomlott, vagy legalábbis azt tapasztaltam, hogy csomó hibát adott ki, bármennyire is frissítettem a weboldalt, többet nem lehetett, csak rá egy olyan 3-4 percre jött helyre, amikor ugyanis már azt mondta, hogy nincsenek alapok, úgyhogy befejeződött a válogatás. A környezetvédelmi alap közleménye szerint néhány felhasználó nehezen tudott csatlakozni a platformhoz, ezért a minisztérium magyarázatot vár a speciális távközlési szolgálattól, mivel a rendszernek percenként 75 ezer felhasználót kellene megbírnia. Táncosban a környezetvédelmi miniszter szerint a költségvetés nem tudta volna fedezni mindenki jelentkezését. Akarva akaratlanul csak egy része az igénylőknek juthatott támogatási értékegyhez, ezért sajnos jogos az, hogyha valaki nehezményezi azt, hogy nem tudta az igénylését feltölteni, de a legjobb jó indulat mellett sem tudunk akkor a költségvetést biztosítani, hogy mindenkinek elegendő legyen. Közel 34 ezer utalványt állított ki a rendszer, 19.183-at televízió, 9.592-t laptop és 5.102-t táblagép beszerzésére, amelyeket a kedvezményezettek már holnaptól felhasználhatnak. A program téli kiadásának egy további szakasza maradt hátra december 10-e és 16-a között. Ennek keretében klímaberendezések, ruhaszárítógépek és porszívók vásárlására lehet kiváltani utalványokat.